Kedves sportársak, szeretettel köszöntök mindenkit itt Bakonymélben. Ötödször rendezzük ki már ötödik alkalommal magasbakony teljesítménytúrákat. Biztos, hogy mindenki talál olyan távot, ami erőnlétének, szabadidejének megfelelően alakul. Most először jöttünk. Országúti maratonfutó vagyok, nekem a terep egy kicsit, hát a könnyű edzéseket szoktam terepen végezni, de egy nagyon jó kis kalandozás lesz, és egy nagyon jó kis helyen fogunk edzeni futni. Az időjárás az biztos, hogy kemény lesz, a túra az 50-es az már megvolt, úgyhogy ahhoz képest szerintem lightosabb lesz, úgyhogy az időjárás lesz véleményem szerint a legdurvább, ami nehezíteni fogja a pályát. Buli lesz, jól fogjuk érezni magunkat, az biztos. Leérünk szerintem 10 óra körül, de 12 se gond, nem az idő a lényeg, hanem hogy gyalogoljunk egy jót. Tavaly 10 óra 4 perc volt, most szeretnénk egy kicsit jobbat, 9 és 10 óra között. Meglátjuk. Nincsen ilyen időbeli elvárás, egyszerűen jó érzése teljesíteni. Minden nap, amit az ember futásra tölthet, az ajándék. Kedencepusztán vagyunk, az első ellenőrző pont, négy táv jön át a mi pontunkon. Ez az 5 kilométer, ez jó, ez kellemes, bent mentek a Gedencepatak völgyébe, hűs van, árnyék van, szép a Gedencepatak völgye, úgyhogy ez egy kellemes rész nekik. Milyen volt ez a szakasz, ami most keresztül jöttetek? Nagyon frankó volt, kis patak mellett, kicsit nedves volt, imittem oda egy kicsit föl-le, teljesen jó bemelegítő szakasz. Nagyon szép, hogy itt a patak mellett sétálunk. Hát van egy-két kicsit nehezebb kaptató vagy lejtő, de szerintem ez gyakorlat túrázóknak csak öröm, kihívás. Mivel várjátok itt a túrázókat? Van hatféle műzliszelet, magnézium, víz, szőlő, étcsoki, magyaró, úgyhogy sós, édes, minden van. Most van a kőrisejéről, azért kaptató lesz felfelé. Hát azért az kemény szintkülönbség, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fogjuk bírni, majd most kiderül, hogy mennyire vagyunk edzettek. Az jobban érdekli. We'll be right back.
volt a felfelé vezető út. Többször összefutottunk, de hát ez csak nincs a pólódon. Igyekszünk. Hát azért megszoktuk ezt, futott már ismerő, és már mindig én most kivételesen gyalogolok. Eddig előző évekhez képest futni szoktam, most kényelmes, túra, fotózás, nagyon szép idő van. Azért van, mondjuk a fejkendő sokat visszafog, mert azért megfogja az izzadságot, de... Hál' Istennek most még nincs az a vad meleg. Hát igen, nekem ez kemény. A többiek jobban bírják, négyen jöttünk. Általában én vagyok a leglassabb, de azért, ha egyenes szakaszra érünk, akkor jobban szokott menni. Először vesztek részt ilyen monótúrán. Bizony, és nagyon várjuk, igen. Mire számítotok, milyen lesz ez? Hát szeretnénk meghozni a lányok kedvét a kiránduláshoz, mert mi felnőttek, szülők imádunk kirándulni. Hárman vannak, három kislány, de egyikük még nem tud járni, úgyhogy őt visszük, másik kettő meg sétál. Bírni fogják, persze, muszáj lesz. Ilyen legkisebbeket vártuk ezzel a túrával. Igazából az lett volna ugye a cél, hogy jobban megismerjék kicsit a kirándulást, belevessék magukat így a túrázás szépségeibe. Ugye az első ponton vártuk őket egy kis íjászattal, egy-két labdajátékkal. A második ponton pedig állatokat kellett megtalálni így az erdőben, amik ott a Bakonybéli erdőben szintén megtalálhatóak, és ezzel is megismertetve egy picit a környezetet, vagy itt az élővilágot. A célban pedig egy ilyen kis manós kitűzőt kapnak, egy oklevéllel vártuk őket, aminek hátulján egy kis színező van, illetve egy ilyen kis gombás bögrével, hogy mindenképpen a motiváció jövőben is megmaradjon, és tovább fejlődjön a túrázós generációnk. Hajrá, hajrá, gyerünk! Futás, szintidő, gyorsabban, gyerünk! Futás, hát kiestek a szintidőből, gyerünk gyorsan, Nagyon jó eredménye zártál, azt hiszem. Mennyi lett a szintidő? Délre akartam bejönni, mert anyukám azt mondta, hogy ebédkor, 12-kor ebédeljek, de igazából csak 6 alatt akartam mindenképpen, de kicsit átcsúsztam, 6-20 lett, úgyhogy, de ez is egy jó eredmény. Tavaly is voltam már, úgyhogy a terepet ismertem, ugyanerre számítottam, csak egy kicsit gyorsabban szerettem volna. Hogy lehet, hogy milyen lett a szintidő? Szerintem elég jó, belehúztam most így a végére is, meg az elején is. Elég jó járható szakaszok voltak. Egyedül az elején a Kőrishegynél kellett ott fölfelé küzdeni, aztán utána már szinte egyenes volt az egész.